bebizonyított tény. Még már akkor megfigyeltem, amikor nem is foglalkoztam, még gondolatomban sem volt a tömegek fejlesztése. Akkor megfigyeltem, hogy a vallásos emberek sokkal etikusabbak, mint a nem vallásosak. Érted? Most nem a szélsőséges vallásokra gondolok, ahol így öld meg a mit tudom én ezt, meg azt, meg amazt. Nem ezekre gondolok. Hanem például, aki rendszeresen jár, mit tudom én, reformátusként a templomba, vagy katolikusként, vagy bármiként, sokkal etikusabbak, mint azok, akik nem. Érted? És ezt nem most figyeltem meg, hanem még a múlt században, érted? A múlt században figyeltem meg. Tehát most átlagosan mondom, nem kivételeket keresve, mert persze kivételek vannak, itt is, ott is. Tehát lehet, hogy valaki nem vallásos volt, mégis etikusabb volt, mint az, aki vallásos volt, aztán közben meg ezt azt csinálta, érted? Etikátlanságokat. Tehát most ne így hasonlítsuk össze, hanem összességében. Tehát miért? Több dolog miatt. Egy. Van egy valahova tartozásuk. Érted? Akkor a pap nem fogja azt tanítani nekik, hogy lopj. Meg gázolják másokon. Érted? Meg a legfontosabb az, hogy a karriered érdekében gázolják embereken. Érted? Ezt soha nem fogják a tisztességes papok tanítani. Tehát ha nem is sok, de a koszon kívül talán egy kicsit ragad rájuk valami más is. De az átlag emberekre mi ragad? Hát a kosz az ragad, az biztos, hogy nem. De hát az átlag ember mit néz? Olyan dolgokat, ami az ő személyes fejlődését nem segíti elő. Olyan dolgokat néz. Mert ha az átlagember olyan dolgokat nézne, ami a saját személyes fejlődését elősegíti, akkor semmi gond nincs ebben. Persze, vannak kivételek. Tehát sok ezren nézik az előadásaimat átlagemberként, és nem tanulnak itt. A díjmentes részt nézik. Tehát most gondold végig, ha a díjmentes érdekes számodra, akkor mennyire lehetne érdekes, ha nem díjmentes?